Egyablakos ügyintézés, kormányablak nyílt Nyírlugoson, az állampolgárok mintegy 1500 ügytípusban járhatnak el ügyeik intézésében. Többe kerül a kötelező, elindult a kampány, átlagosan akár 15%-kal is nőhetnek a kötelező felelősségbiztosítások árai. Településfejlesztés, több mint 500 millió forintot költhet Levelek a TOB-ból. Huszonkettőre bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő kormányablakok száma, péntektől már Nyírlugoson is várják az ügyfeleket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nyírbátori járásban ez már a harmadik kormányablak, ahol az állampolgárok mintegy 1500 ügytípust intézhetnek. Pest megyét leszámítva Szabolcsban működik a legtöbb kormányablak, a jelenlegi 22 ponton kívül még Kemecsén, illetve a nyíregyházi vasútállomáson nyílik meg újabb a közeljövőben. Nyírlugos polgármesterének, Hovánszky Györgynek már a helyi kormányablakban készült el az e-személyi igazolványa. Nem csak a település első emberének, hanem ezentúl bárkinek itt készülhetnek el az okmányai, ugyanis pénteken átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablak hálózat új pontját. A többi ügyfélszolgálathoz hasonló, egységes arculatot alakítottak ki itt is. Jelenleg 3 állami tisztviselő várja az ügyfeleket. Azért fontos nálunk a nyílugosi kormányablaknak a megnyitása, mert elég nehézkes a közlekedés innen Nyírbátorba, a legközelebbi járásunkban található kormányablakban, és így közelebb tudjuk vinni az állampolgárokhoz az ügyintézést. Leggyakrabban lakcímváltozás bejelentésével, ügyfélkapu nyitásával vagy vállalkozói engedélyek kapcsán keresik fel a kormányablakokat, de mintegy 1500 ügytípus elérhető bármelyik ponton. Jelenleg a Nyírbátori járásban van a legtöbb kormányablak megyénkben. Most 6 kormányablak van összesen a választókerületben, minden városban működik kormányablak. Itt a délnyírségben nagyon fontos volt, hogy nyíljon a kormányablak, miután a közlekedés az nem kiegyensúlyozott a térségben. Reméljük, hogy azáltal, hogy közelebb hoztuk a 21. századi magyar ügyintézést, a polgárokhoz könnyebben és hatékonyabban tudják majd az ügyeiket intézni. A nyírlugosi már a 22. kormányablak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így Pestet leszámítva a megyékben működik a legtöbb, mondta a megyei kormány megbízott. Maga az átalakítási munkálatok, illetve a berendezés az egy 30 millió forintos hazai forrású támogatásból valósult meg. A működtetésnek a feltételeit pedig a megyei kormányhivatalnak kell biztosítani, ugye egyrészt ki kell alakítani ezeket a kormányablokokat, másrészt pedig működtetni is kell. Én azt gondolom, hogy ha így számoljuk, akkor több 100 millió forintra tehető a következő években az a fajta támogatás, ami ezen keresztül ideérkezett a megyeibe, vagy ideérkezik Nyírlugosra. A közeljövőben további 2 kormányablakot is nyitnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyik Kemecsén működik majd, amelyet a most épülő járási hivatalban alakítanak ki. A másik helyszín pedig a nyíregyházi vasútállomás. Ezek átadása után a megye lefedettsége teljessé válik, közölte Román István. Átlagosan akár 15%-kal is nőhetnek a kötelező felelősségbiztosítások árai, derül ki az előzetes kalkulációkból. Elindult az évvégi kötelező kampány, szerdai félig 13 biztosítóból 12 tette közzé január 1-ére ajánlott kötelező biztosítási díjait. Az új kötések baleseti adó nélküli átlagos díja továbbra is kedvező szinten, évi 18 ezer forint körül alakulhat. A magyarországi személygépkocsik mindegy harmadának közel 1 millió járműnek fordul január 1-ével a biztosítási éve. Ez főként azokat az autósokat érinti, akik 2010 előtt vásárolták járművüket. A törvény értelmében a biztosítóknak legalább 60 nappal korábban kell közzétenniük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak új díjszabásait. Ezt november 2-án reggelig 13-ból 12 biztosító tette meg. Az új tarifák alapján készített kalkulációk szerint az árakban biztosítónként eltérő emelkedés figyelhető meg, a biztosítás.hu 8 és 30% közötti drágulással számol.
Most körülbelül az látszik, hogy a január 1-i váltoknak az indexdíja körülbelül 15-18%-kal emelkedik, ami mindig jóval kevesebb, mint akik 2017-ben évközben váltottak, mert ott egy 20-28%-os emelkedés tapasztalható. Díjkalkulációt végeznek ennél a nyíregyházi biztosítónál. Itt azt mondták, ők január 1-ével az évfordulós szerződések esetében akár mentes ügyfeleiknél nem emelnek a felelősségbiztosítási díjakon. Ugyanakkor azt is kiemelték, a biztosítási piacon tapasztalható áremelkedések mögött racionális indokok állnak. Az elmúlt évek gyakorlata alapján tapasztalhatjuk, mint biztosítók, hogy megnövekedtek nem csak a károk darabszáma, hanem azok nagysága, és az ezekkel járó személyisérüléses károknak az igénye is. Véletlen ez is, ezek is dönthette, vagy ezért is dönthettek úgy a biztosítók, hogy az elkövetkező időben, tehát 2018. január 1-től a közmédiából hallva, hogy átlagosan 15%-os díjemelés hajtanak végre a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál. A díjkorrekciókat követően a baleseti adók nélkül továbbra is kedvezően alakulhat a kötelező felelősségbiztosítás ára, évi 18 000 forintot fizethetnek a gépjármű tulajdonosok. A díjemelés hatását elsősorban azok tudják kompenzálni, akik kármentesen vezettek és magasabb bónuszosztályba tartoznak, elektronikus kommunikációt és díjfizetési módot, illetve éves díjfizetést választanak. A meglévő szerződések következő évi díjairól a biztosítóknak legkésőbb 50 nappal az évforduló előtt, vagyis évvégi évforduló esetén november 11-ig kell tájékoztatniuk ügyfeleiket. Ők ekkor láthatják, mennyit kell fizetniük majd. Akik biztosítót váltanának, december 1-én éjfélig juthatják el felmondásukat biztosítójukhoz. Az új szerződés pedig december 31-ig kell megkötni, különben január 1-én nem lesz érvényes kötelezője az autósnak. Több mint 500 millió forint pályázati forrást nyert Levelek a Terület és Település Fejlesztési Operatív Programban. Energetikai beruházások, szigetelések, nyílászáró cserék és burkolatjavítási munkálatok valósulnak meg a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő és a szociális intézmények épületén, valamint teljesen átépül az óvoda. A településen korszerűsítik a tócentrumot is. Jelenleg is zajlik az egészségház felújítása Leveleken, amelyhez a pályázati forrást nagyközséggel konzorciumban nyerték el. Ez egyike annak a négy nagy beruházásnak, amely a Terület és Település Fejlesztési Operatív Programban valósul meg. Az orvosi rendelő átadási határideje november vége, a forrással pedig az év végéig kell elszámolni. A legnagyobb fejlesztés azonban nem ez lesz, hanem az óvoda átépítése. Ez egy 300 millió forintos beruházás, egy új 5 csoportos óvoda építése Levelek nagy község központjában, amellyel kiváltjuk azt a több mint 150 éves Molnárféle kastélyt, vagy más néven kúriát, amely most már több mint 60 éve ad helyet Levelek nagy község gyerekeinek, az óvodának, amiben most egy 4 csoportos óvoda működik, és a kihasználtsága most jelenleg is 115%-os, tehát bőven van gyerekünk, akit el kell tudnunk helyezni, ezért van szükségünk arra, hogy egy 4 csoportos óvoda helyett most már egy 5 csoportos óvodát építsünk. Az új kétszintes, 1200 négyzetméteres óvoda a település központ délkeleti részén 3 összevont telken fog megépülni egy nagy parkolóval és játszótérrel. A beruházás már túl van a tervezésen, jelenleg a közbeszerzés zajlik, a következő tanévet már ott kezdhetik meg a gyerekek. 86 millió forintból a polgármesteri hivatalt is korszerűsítik, külső hőszigetelést kap az épület. A helyi szociális otthonnak is a jelenleginél gazdaságosabb lesz a napelemes fűtésrendszere. Ezen kívül van még egy nagyon nagy beruházás, amelyet közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal valósítunk meg. Ez pedig a megyei turisztikai projektnek egy része, amely 95 millió forint támogatást jelent Levelek nagy község önkormányzatának, amihez még nekünk majd 10 millió forint önrészt kell hozzátennünk. Ebből a Leveleki Tócentrum és a Leveleki Víztározó levő Levelek nagy község önkormányzatának tulajdonában, illetve kezelésében levő földrészletek, épületek energetikai korszerűsítése, térburkolása, a strandnak, a partvonalának a felújítása, csúszda kialakítása, illetve eszközbeszerzés valósul majd meg ebből a beruházásból. Az említett projekt támogatási szerződését már aláírták.
Az egészségügyi beruházás 30 milliót jelent a településnek, az óvoda 300, az energetikai korszerűsítés 86, és a turisztikai fejlesztések pedig 95 millió forint támogatást kapnak. 350 ezer kérdőívre érkezett válasz ez idáig a soros tervről szóló nemzeti konzultációban, mondta el Nyíregyházi fórumán Rákosi Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Hozzátette, a kormány reméli, hogy minél többen kitöltik a kérdőívet azok, akik nem értenek egyet a betelepítési kvótával, ugyanis a nemzeti konzultáció egy újabb lehetőség arra, hogy kikérjék a magyar emberek véleményét az Európai Unió migrációs politikájáról, hangsúlyozta az államtitkár. Az előadásában kitért arra is, hogy a migrációs folyamatokban, mint mondta, van szerepük a sorosféle szervezeteknek is. Ezekben a folyamatokban komoly szerepet játszottak azok az NGO-k vagy kormányközi szervezetek, és ugye ide lehet sorolni azokat a Soros György által támogatott kormányközi, illetve társadalmi szervezeteket, amely komoly finanszírozással ezeknek a folyamatoknak az elősegítésében, a támogatásában vettek részt, és amelyek később ezeket a társadalmi folyamatokat gerjesztették, és amelyek támogatólag léptek föl az ebben érintett lakosság Európa irányába való megindulása tekintetében. Elindult a Száraz November elnevezésű kezdeményezés Nyíregyházán is. A részletekről azonnal, most azonban nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Megyei rangadót rendeznek a kézilabda női MB2-ben, a listavezető Máté Szalka látogat Nyíregyházára. Az alapszakaszon már túl van a Nyíregyháza Tigers utánpótlás csapata, vasárnap már a playoff mérkőzés vár rájuk a fővárosban, az eddig veretlen Budapest Wolves ellen. Elindult a Száraz November elnevezésű kezdeményezés Nyíregyházán is. Az eredetileg az Egyesült Királyságban bevezetett kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az alkoholizmus problémájára. Ezért a résztvevők vállalják azt, hogy egy teljes hónapon át nem fogyasztanak szeszes italt. A Nyíregyházi Talentum Alapítvány szervezésében novemberben minden pénteken csoportos beszélgetésre várják a fogadalmukat betartó jelentkezőket. Száraz november, néhányan már találkozhattak ezzel a kifejezéssel, most a Nyíregyházi Talentum Alapítvány által nemzetközi kampány mellé. Ez a kezdeményezés 2015-ben indult, akkor a Tilos Rádió indította ezt útjára angol mintára, hogy egy pár száz hallgatójával együtt megpróbálták ezt a novemberi hónapot alkoholmentesen végigcsinálni. Tavaly a Képpont Alapítvány hozta be ezt a köztudatba, és idén úgy gondoltuk, hogy mivel a Talentum Alapítvány is szenvedélybetegekkel foglalkozik elég régóta, hogy ezt a Nyíregyházán is érdemes megvalósítani. A gyakorlatban ez majd úgy néz ki, hogy játékos feladatokkal csoportos foglalkozást szervez az alapítvány november hónap minden péntekén, ahol a résztvevők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, de a célok között szerepel a megfelelő önismeret kialakítása, és hogy az emberek ráismerjenek arra, hogy milyen a viszonyuk az alkoholfogyasztással. Egyes felmérések szerint ma Magyarországon mintegy 800 ezer embert érint az alkoholizmus, mint szenvedélybetegség, évente pedig 30 ezeren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegségekben. Inkább 30-35 év felett jelentkezik, amikor már látható testi tünetei is vannak, valamint akkora válik az alkohol függőség olyan problémává, ami a szociális kapcsolatokat vagy akár a munkahelyi légkört is meg tudja mérgezni. Az Erkelti rendőrőrs fölött a Damjanics utca nyírségi civilház első emeletére várják a jelentkezőket. Egy kombájn és egy személygépkocsi karambolozott Kótaj és Kemecsek között az egyik útszakaszon. Az érintett útszakaszt le is zárták a forgalom elől. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autóból. A helyszíni információk szerint a Nagyhalász irányából érkező Suzuki elé kihajtott a mezőgazdasági jármű, és a gépkocsi így ütközött neki. A balesetben az autó a felismerhetetlenségig összetört, a rendőrség vizsgálja a körülményeket. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős.
Megyei rangadót rendeznek a kézilabda női NB2-ben. Vasárnap délután az eddig veretlen, tavalyi bajnok és most is listavezető Máté Szalka látogat Nyíregyházára. Az idei szezonban jól teljesítő, a tabellán 5. helyet elfoglaló Kölcsei DS-éhez. Tavaly mind a Kölcsei, mind pedig a Máté Szalka hazai pályán sikerrel zárta a megyei rangadót. Vasárnap újra egymásnak feszül a két együttes a női kézilabda NB2-ben Nyíregyházán. A hazai környezetben játszó Kölcsei jól kezdte a szezont, 3 győzelmet is bezsebeltek az első 3 mérkőzésükön, legutóbb viszont vereséget szenvedtek a Debrecentől. Hadobás István lányai nem csak a tisztes helytállásra törekszenek, hanem mindenképpen győzelemre törnek megyei riválisuk ellen. Ehhez a vezetőedző szerint mind taktikában, mind koncentrációban végig fel kell venniük a versenyt ellenfelükkel szemben. Én úgy gondolom, hogy a rangadókra jellemző magas hőfokot ki tudja jobban kezelni. Tehát a nagy lelkesedés mellett ki tud higgadt maradni, ki tud okosan játszani, mind a mellett, hogy megőrzi majd a keménységét, a feszességét is. Úgyhogy én erre készítem a csapatomat, hogy ez is csak egy mérkőzés, viszont nyilván ez egy különös gonddal előkészített találkozó. Úgyhogy remélem, hogy szívben nagyon kemények és erősek leszünk, és ugyanakkor higgadtan tudunk majd játszani, és akkor elképzelhetőnek tartom a győzelmet, bár hozzáteszem, a Máté Szalka tudom, ugyanerre készül. Valóban a győzelem a cél a Máté Szalkának is, akik továbbra is szeretnék megőrizni veretlenségüket és listavezető helyüket a tabellán. Vakacs Krisztina szerint a Kölcsei jó játékosokból álló együttes, idegenben pedig még nehezebb játszani ellenük. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mindig nagyon nehéz játszani a Kölcsei ellen, és így, hogy idegenben megyünk, nem lesz könnyű dolgunk. Mit fogsz mondani a lányoknak, mi az, amire kiemelten figyelni kell ellenük? Próbáljuk megtartani a veretlenségünket, hisz mindenkinek van már egy veresége, nekünk még nincs, és szerintem ez motiválni fogja a csapatot. A mérkőzést vasárnap délután rendezik, azonban ezúttal nem a Kölcsei megszokott otthonában, a Continental Arénában, hanem a Tiszavasvári úti pályán. Bár a felnőttek számára majd csak tavasszal kezdődik a szezon, a Nyíregyháza Tigers utánpótlás csapata már szeptember óta játékban van. A nyíregyházi amerikai futballcsapat fiataljai az alapszakaszon már túl vannak. Vasárnap pedig már a playoff mérkőzés vár rájuk a fővárosban, az eddig veretlen Budapest Wolves ellen. Még szeptemberben rajtolt az alapszakasz a Nyíregyháza Tigers U19-es amerikai futballcsapatának. Az eredmények felemásra sikerültek, a Tigrisek 2 győzelem mellett 2 vereséggel zártak a bajnokság első körében. 2 vereség, 2 győzelem, mondhatnánk, hogy egy sima, egy folytott, viszont azt tudom mondani, hogy nagyon fiatal keretről van szó, tehát annak ellenére, hogy U19-es bajnokságról beszélgetünk, nagyon sok a 17 év körüli játékosunk, tehát ez egy nagyon-nagyon jó potenciált magában rejlő keret. A Tigrisek a Wanderers-t és a Gladiators győzték le, illetve a Miskolc Steelers-től és a Budapest Cobras-től szenvedtek vereséget. A nyíregyházi csapat így is bejutott a playoffba, ahol vasárnap idegenben a Budapest Wolves lesz az ellenfelük. A farkasok eddig veretlenek a bajnokságban, a találkozó esélyeseinek is ők számítanak. Bár minden a Wolves mellett szól, a Tigers azért szeretne meglepetést okozni. Én azt gondolom, a farkasok is egy nagyon fiatal kerettel fognak kiállni, viszont ami döntő lehet, az az edzésmunka. Megpróbáltunk mi is mindent megtenni annak érdekében, hogy azt a minőségi edzést kapják meg a játékosaink, mint a budapestiek. Ám ott az infrastruktúra és az anyagi háttér is ugye más, tehát ott műfőn edzenek világítással, heti 3 minőségi edzéssel, tehát azt tudom mondani, hogy a mi körülményeink kicsit szerényebbek ugyan, de reméljük, hogy felvesszük velük a versenyt. A Nyíregyháza Tigershez kapcsolódó hír, hogy jövő héten csatlakozik a csapathoz az új amerikai vezetőedző, aki mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatot koordinálja majd. Utóbbinál kiemelt cél, hogy hosszú távon minél több játékos kineveljenek a nagy csapat számára. Az sem elképzelhetetlen, hogy a most elődöntős fiatalok közül néhányan már tavasszal bemutatkozhatnak a felnőtteknél. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 22-re bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő kormányablakok száma, péntektől már Nyírlugoson is várják az ügyfeleket. A nyírbátori járásban ez már a 3. kormányablak, ahol az állampolgárok mintegy 1500 ügytípust intézhetnek. Átlagosan akár 15%-kal is nőhetnek a kötelező felelősségbiztosítások árai. Elindult az évvégi kötelező kampány. Az új kötések baleseti adó nélküli átlagos díja továbbra is kedvező szinten, évi 18 000 forint körül alakulhat.
több mint 500 millió forint pályázati forrást nyert levelek a terület és település fejlesztési operatív programban. Intézményi felújításokra, energetikai beruházásokra költhet a település, és korszerűsítik a kedvelt Tó centrumot is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál enyhébb, csendes, nyugodt időjárás. Időjárásunkat egy anticiklon határozza meg, melynek áramlási rendszerében enyhe, száraz léghullámok érkeznek fölénk. Ugyanakkor az időjárás alakításában a felszín közelében éjszaka kialakuló, egyébként ilyenkor nagyon jellemző köd is beleszól. Az előttünk álló éjszaka gyengén és közepesen felhős lesz, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A hétvégén jelentős változásra nem kell számítani, több-kevesebb napsütés várható, számottevő csapadék nélkül. A hajnali, reggeli órákban többfelé párásság, foltokban köd is előfordulhat. A jövő hét első napjaiban napos időjárás lesz jellemző, a hőmérséklet az átlagos érték fölött marad.